Üdvözlök mindenkit, Vakasul Nagy vagyok, és ez itt egy Neverwinter Nights, Hardness of the Underdark gameplay sorozat lesz. A maga a Neverwinter, tehát a maga a játék, ez nekem nem tetszett, ezért az Underdark-kal fogok játszani, ami viszont hát nekem tetszett. Szerintem el is veszem a hangerőt, mert így, mert úgyis nagyon hangos lesz. Na, és hát igen, új karaktert fogok csinálni. Van már karakterem, játszottam is vele, de hát az úgy már nem vicces, hogyha azzal játszok, mert ugye lehet kész karakterekkel játszani, úgy alapban, hogy újat kezdesz. Én most újat fogok kezdeni. Ha rossz döntéseket hozok, akkor előre is bocsánatot kérek, mert nem biztos, hogy jó lesz. A fél elfek igazából azok tetszenek nekem. Aztán az arckép, hát az tök mindegy, hogy mi csak legyen. Akkor mondjuk legyen. Jó az. Aztán Kast, az harcos, igen, harcos az elnyerte tetszésemet, a többi viszont nem. Ezek. Próbáltam igazából a mágus vagy a varázslót, nem tudom, de valamiért nem működik, nem tudom miért. Kaotikus, jó az, tulajdonságok. Igen, ez az erő, ügyesség és állóképességre kell rámozdulni ennél a Kastnál. Szóval így a többi az nem is igazából nem nagyon kell, mondjuk fegyvermester, igen, ez az, amilyen de fasz szerintem. Most inkább lesz egy picik. Ez jó volt. Ez jó. Így. Ja, ez az marad. Ruházat mondjuk. Ez tökéletes. Aztán bőrszín. Na, leszünk ilyenek, nem? Ilyenek leszünk, és hajszín az barna, az jó. Oké. Piros. Jó ez. Rendben. Életkor 20. Ez jó ez. A név az nem is igazából érdekel. Az is jó. Úgyhogy szerintem indulhatunk is. Mi a szar? Na mindegy, ezt nem tudom meg mindig, hogy mi. Itt az elején szerintem sokat fogok beinázni, mert nem akarom automatikusan elosztani, vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nekem igazából tök mindegy. Inkább lesz saját, mert ez szerintem is sokkal jobb. Igen, harcosra. Én a hárítást fogom így nagyon tolni, meg a gyógyítást, ami itt van. Mert igazából szerintem azok érdemesek. Harc két fegyverre természetesen, mert ez egy fegyvermester most. Harcos. Még a fegyelem, igen, az, ami még így nagyon. Akkor fellökés. Harcos. Igen, és most itt az innentől csak az állóképességet fogom, szóval majd ne csodálkozatok. Összpontosítás. Húha. Szerintem... ez még tovább várjunk. Képesség 15 plusz, amihez szükséges javított két fegyeres harc. Ez lesz. Az azért jó, hogy a bal kezes, szóval, hogy ott is majdnem ugyanúgy lehet használni.
Az elkerülés is azért egy elég jó dolog. Jó, hogy az R2. Akkor hárítás továbbra is tudom. Képesség. Ja, hogy még egyet lehet, akkor jó van. Akkor viszont itt támadás erőből. Jó. No, de én szerintem csak az lesz, hogy fogom megcsinálni ezt a karaktert, ezt utána majd mindent megcsinálok, szóval, hogy gyors elosztogatom itt a dolgokat, és utána nekiesek magának a játéknak. Az eleje szerintem nem olyan, nem lesz olyan hú, de izgalmas, mert tudok mindent, szóval már kétszer játszottam ki eddig. Mert tehát a másodikban ott járok, hogy már ben vagyok, nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem mondom el, hogy hol járok. Na. Eldöntöttem. Mindig kettő. Kar. Kaszabolás. Jó. Itt az elején elég sok szintet kapunk, nem véletlenül, szóval azért lesz egy-két dolog itt előttünk. És viszont nem olyan. Na jó, azért legyen egy ezen is. Aztán... miért fogok jönni? Hogy... katona. Katonával fogunk jó sokat, szóval azért azzal megyünk majd egy... szinte az egész játékon katonával fogunk átmenni. Nem véletlenül, szóval az... föltuningod, az úgy jut, hogy az... Akkor... nem, az enkő. Hatalmas kaszabolás. Most a gyógyítás. Akkor harcos. Ugye rá kéne rakni az elkerülésem. Szerintem. Nem még egyet, ja. Akkor viszont, nem, akkor viszont. Észre mehet. Rendben. Viszont sajnos nem, vagy lehet katonára. Mert ha nem lehet katonára, akkor nem érte, nincs értelme. Nem lehet. Kár. Kritikus tanálat. Itt sincsen katonára, nem áll. Pedig ez az elég jó dolog. Akkor. Fegyelem az szét nagyon számít igazából, mert csak úgy random így nekik fut így viccből, az nem vicces. Nem, tehát én ezt írtam le eddig a fegyelemből, mert... kitartás. Hogy? És elvileg készen vagyunk. Szóval... jó. Szegecselből. Itt a katalom össze.
engem most. Akkor viszont én így nyomok egy új videót, mert ki tudja, hogy kalszálod-e az időt, vagy sem. Szóval köszönöm a figyelmet, erről a játékról elég hosszú videók lesznek, mert nem hosszúak, de na, értitek. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!